Köszöntöm Önöket, ez a Pannon Televízió híradója, Bakos Viktor vagyok. Július 25-e Kristóf és Jakab névnapja van, 449 éve 5. retteget Iván, minden oroszok cárja, tömegkivégzést rendelt el Moszkvában. 125 éve pedig megszületett Gavrilo Princip, szerb nacionalista, a Ferenc Ferdinánd elleni szarajevói merénylet végrehajtója. Most pedig lássuk a híreket röviden. 1,7 milliárd forintot hagyott jóvá a magyar kormánya már folyamatban lévő, illetve új vajdasági projektekre. Kiemelt szerepet kap az Aracsi puszta templom felújítása. Példaértékű a magyarság helyzete Szerbiában, mondta Hajnal Jenő az MNT elnöke Tusnád fürdőn. Az illetékesek szerint az autópályadíj emelésének ellenére még mindig Szerbiában a legolcsóbb az autópálya használati díj a régióban. Kapás Boglárka aranyérmet nyert 200 méter pillangón. A közeljövőben várható vajdasági beruházásokról tartott sajtótájékoztatót a Tusnádfürdői Szabad Egyetemen Pásztor István, a Vajdasági Magyar Szövetség elnöke és Potápi Árpád János magyar nemzetpolitikai államtitkár. A magyar kormány július elejé döntése értelmében 1,7 milliárd forintot hagytak jóvá már folyamatban lévő, illetve új projektekre. Kiemelt szerepet kap az Aracsi puszta templom, de felújítják a Verbászi evangélikus templomot, a Szabadkai Városi Könyvtárt és több művelődési házat is. 1,7 milliárd forint, három évre lebontva, az első évre több mint 1 milliárd. A jóváhagyott összegből 11 projekt valósul meg. Ezek egyike a 12. századi Aracsi puszta templom, amit szeretnének megóvni az enyészettől és vonzóvá tenni a turisták számára. Ennek a jóváhagyott összegnek köszönve hozzá tudunk fogni azoknak a terveknek az előkészítéséhez, annak az előkészítő munkának a bonyolításához, ami azt tudja eredményezni, hogy az összes műemlékvédelmi koncepcióbeli, tervdokumentációbeli kérdésre a válaszokat megkeresve valamikor a jövő évtől reményeink szerint hozzá tudjunk fogni ehhez a nagyon nagy léptékű kulturális beruházásról, ami messze meghaladja a vajdasági magyar közösség határait, hogyha erről egyáltalán beszélni lehet, ez egy nemzeti érték. A projektek között szerepel még a Szabadkai Városi Könyvtár, a Horgosi és a Nosszai Művelődési Ház, a Verbászi Evangélikus Templom felújítása és a Szerb-Magyar Középszótár kiadása is. Pásztor István az eseményen elmondta, hosszú idő után jelenleg előnyt jelent Szerbiában magyarnak lenni, mert a közösség a szerb és a magyar kormány nyújtotta előnyökkel is élhet. Mint magyarázta, a VMS alapállása, hogy kettős feladata van, az identitás megőrzés és az elkötelezettség Szerbia előrehaladásában. Potápi Árpád János magyar nemzetpolitikai államtitkár szerint a vajdasági az a nemzetrész, ami az utóbbi időben a legnagyobb fejlődést tudta megvalósítani. Annak ellenére, hogy nehéz helyzetből indult, az ottani közösség nem adta fel, hanem összefogott, a kilábalás útját választotta. Hát ma azt mondhatjuk el, hogy a magyarság vagy a magyar nemzet egyik legszervezettebb nemzeti részéről beszélhetünk, hogyha a vajdaságról beszélünk, ahol minden szempontból a fejlődés jegyei láthatóak, politikai szempontból, intézményi struktúrában, akár beszéljünk itt az önkormányzatokról, községekről, vagy pedig magáról a tartományról. Az államtitkár kiemelte a magyar-szerb viszony magas szintjét, aminek elérésében a VMS-nek és a Magyar Nemzeti Tanácsnak kiemelkedő a szerepe. A Híradó végén hosszabb beszélgetést láthatnak Pásztor Istvánnal, a VMS elnökével a Híradó Pluszban. A Kárpát-medence földrajzi helyzete miatt vonza a külföldi befektetőket, ezt mondta ma az erdélyi Tusnádfürdőn Varga Mihály. A magyar pénzügyminiszter a Pannon RTV-nek adott nyilatkozatában hangsúlyozta, az anyaország megerősödésének haszonélvezői a határon túli magyarok. Ennek részét képezik a gazdaságfejlesztési programok, részletezte Varga. A miniszter kiemelte, a magyar kormány figyel arra, hogy a határon túli magyarok is megtalálják a saját piacukat, ezzel pedig növeljék a saját versenyképességüket.
Az elmúlt években jól lehetett látni, hogy egy csomó külföldi beruházás éppen azért jött ide a Kárpát-medencébe, Magyarországra vagy Anyaországon kívül, mert úgy gondolják, hogy innen akár Kelet-Európa, akár Nyugat-Európa, akár még Ázsia is könnyebben elérhető. A másik, hogy be kell kapcsolódni olyan új technikai fejlesztésekbe, ahol még másnak sincs nagy versenyelőnye. Elektromos autók, önvezető autók kifejlesztése, az olyan típusú számítástechnikai fejlesztések, amelyek nem igényelnek nagy hardware beruházást. Ezekben szerintem jók vagyunk, ezeket csinálni kell. A Prosperitáti Alapítvány által megvalósított gazdaságfejlesztési programot sikertörténetként mutatták be Tusnádfürdőn a Gazdaságfejlesztés Határok Nélkül Termék és Tudásexport című panelbeszélgetésen. Juhász Bálint, az alapítvány ügyvezetője ismertette az eddig elért sikereket, hangsúlyozta. Eddig 13 nagy léptékű fejlesztést, illetve 4 közepes léptékű fejlesztést adtak át, valamint összesen 250 millió euró értékű beruházást valósítottak meg. A nagyléptékű fejlesztéseknél a termékexport például a méz integrációban tud megvalósulni. Ugye emlékezünk arra, hogy nagyon sok méhész jelentkezett az előadásainkon, és mondta, hogy szeretne méhészettel továbbra is foglalkozni, fejlődni. Mi ennek az integrációját teremtettük meg, és abban bízunk, hogy Magyarország kormányának támogatásával, a HEPA támogatásával külföldi piacokra el tudnak jutni ezek a termékek. De van olyan táskagyárosunk, aki már közel 30 ország exportál, illetve német piacra, japán piacra gyártó láncgyárunk, bútorgyárunk, fűszerpaprika feldolgozónk, illetve levesfűszer feldolgozónk. A magyarság helyzete példaértékű Szerbiában, mondta Hajnal Jenő Tusnádfürdőn. A fesztivál harmadik napján közigazgatási és közösségi önkormányzataink címmel tartottak panelbeszélgetést a Nemzet Stratégiai Kutatóintézet szervezésében. A Magyar Nemzeti Tanács elnöke előadásában hangsúlyozta, az élet minden területén a szülőföldön való megmaradás lehetőségét szeretnék megteremteni a fiataloknak. Azt is hozzátette, büszkén számolhat be arról, hogy a közösségi önkormányzatiságnak alkotmányos és törvényes kerete van Vajdaságban. A Kárpát-medencében egyedülállóan mi tudtuk megvalósítani mindazt, amely valamennyi határon túli kisebbségben élő közösségnek legnagyobb vágya, hogy kisebbségi önkormányzata kulturális autonómiája legyen. Én úgy gondolom, hogy van miről beszámolnunk, hiszen az elmúlt 4 eredményei, ugyanakkor azok a tervek, amelyek előttünk állnak, és amelyek fontosak számunkra, mind-mind azt a példát tudják fölmutatni a többi régiónak is, hogy egy ilyen törvényes háttérrel és alkotmányos kerettel mi mindent lehet megvalósítani az oktatás, a kultúra, a tájékoztatás és a hivatalos nyelv és írás használat területén. A vajdasági magyarság jogérvényesítési és jogvédelmi szempontból kiváltságos helyzetben van a Kárpát-medencében, hangzott el azon a panelbeszélgetésen, amely témája a kárpát-medencei magyar jogvédelem volt. Szlovákiában, Ukrajnában és Romániában a politikai erők azon dolgoznak, hogy leépítsék a magyar közösség jogait, úgy a nyelvhasználat, mint az oktatás terén. Jogszabályokkal próbálják ellehetetleníteni a magyar közösség életét. Szerbiában ezzel ellentétben a Magyar Nemzeti Tanács és a magyar politikai pártok közös fellépésre erős jogvédelmet biztosít a magyar közösségnek. A nemzeti kisebbségek a társadalom javát kell, hogy szolgálják, és egységesítő elemként a társadalom szerves részeit kell, hogy képezzék, mondta el Erdődi Edvina csütörtöki előadásában a Bálványosi Szabad Egyetemen. A Magyar Nemzeti Tanács alelnöke beszédében kitért a részarányos foglalkoztatásra is. Elmondta, hogy a törvényi keretek biztosítottak, azonban a létszámstopp egyelőre akadályt képez ezeknek a jogoknak a megvalósításában. Hozzátette, hogy az MNT az oktatás terén is konkrét lépéseket tesz annak érdekében, hogy arra ösztönözze a fiatalokat, hogy szülőföldjükön tanuljanak tovább. Ahogyan arról már korábban beszámoltunk, augusztustól drágul az autópályadíj Szerbiában. A gépjárművezetők a kormány döntése szerint 12%-os növekedéssel kell, hogy számoljanak. Az autópályák karbantartásáért felelős közvállalat 15%-os drágítást szeretett volna kiarcolni eredetileg. Augusztus elejétől 12%-kal drágul az autópályadíj Szerbiában. Az illetékesek ezt egyebek mellett azzal indokolják, hogy 2014 óta csaknem 50%-kal nőtt azon gépjárművek száma, amelyek a szerbiai autópályákon közlekednek, ezzel egyidejűleg pedig az utak minősége is gyorsabban romlik, a karbantartásukra pedig plusz pénzösszeg szükséges.
Csütörtökön is sűrű volt a forgalom az autópálya Szabadka melletti szakaszán. A fizetőkapuknál azonban nem alakult ki komolyabb torlódás. Az általunk megkérdezett gépkocsi vezetők egyetértettek abban, hogy az út minősége lehetne jobb is. Véleményük szerint az autópályadíj drágulása ellen nincs mit tenni, hiszen a fejlesztésekhez pénz is kell. Talán megfelelő, de nem a legjobban, nem hasonlítanak a horvát autótok. Most jött haza a fiunk onnan is, hogy sokkal jobbak ott, de megéri ezt az utat kihasználni, ami itt van. Hamarabb odaérünk, nem olyan drága, valamennyi drága, de belefér. Imei lošeg, imei dobroga. E sad dali da poskupuje, ne poskupuje, pa čitam sve to tako ide, mora da ide kod nas. Az Újvidék és Belgrád közötti autópályadíj jelenleg 210 dinárba kerül. A drágítást követően ezen a szakaszon várhatóan 235 dinárt kell majd fizetni a személygépkocsi alközlekedőknek. A Szabadka-Újvidék szakasz pedig a jelenlegi 350 dinár helyett 390 dinárba kerülhet. Az autópályadíjak drágulásával kapcsolatban Zorán Drobnyák a szerbiai RTV műsorában azt nyilatkozta, hogy az emelés ellenére továbbra is Szerbiában a legolcsóbb az autópálya használata a régióban. A Szerbia útjai közvállalat igazgatója szerint ugyanis a környező országok autópályáin több napra érvényes matricát kell vásárolni. Ez azonban korán sem jelenti azt, hogy minden nap folyamatosan fogunk autózni, hanem előfordulhat, hogy mindössze néhány kilométert utazunk az autópályán, tette hozzá az igazgató. Ezzel szemben Szerbiában csak azt a szakaszt kell kifizetni, amit a gépjárművezető lehajtott az autópályán. Drobnyák szerint ez sokkal igazságosabb módszer. Putarina je najjeftinija u delu na Balkanu, što se tiče znači i putarine i u Sloveniji i u Hrvatskoj i u Mađarskoj i u Bugarskoj i Rumuniji. Putarina je najmanja u Srbiji. Összehasonlításképpen néhány adat a régió autópálya díjairól, amit a Szerbiai Automotoros Szövetség honlapján bárki megtekinthet. Romániában személygépkocsival mindössze 3-tól 5 euróba kerül az egy hétig érvényes autópálya matrica, attól függően, hogy a gépjármű károsanyag kibocsátása milyen kategóriába sorolható. Bulgáriában az egy hétig érvényes matrica 8 euróba kerül, Magyarországon 10 napos matricát tudunk vásárolni, ami hozzávetőlegesen 10 euróba kerül. Szlovéniában az egy hétre érvényes autópálya matricáért 15 eurót kell fizetni. Szerbiában személygépkocsival ebből az összegből mindössze a Belgrád Nis útvonalat tudjuk megtenni oda és vissza. Irinej szerb pátriárkával tárgyalt ma Alekszandar Vučić szerb államfő, a fő téma Koszovó volt. Egyetértettek abban, hogy küzdeni kell érte, amennyire csak lehet, és a helyzet egyre összetettebbé válik. A szerb elnök ugyanakkor megköszönte a pátriárkának, hogy a szerb pravoszláv egyház mindig népe és országa mellett áll. Szerbia már nem olyan gyenge, amilyen volt, sőt inkább erősödik, és minden téren erősebb lesz, főleg gazdaságilag, szögezte le Vučić. Kétnapos hivatalos látogatásra érkezik az uniós bővítési biztos pénteken Szerbiába, Johannes Hahn egyenesen Skopjéból jön Belgrádba, és a térség helyzetéről, illetve a reformokról tárgyal Alekszandar Vučić államfővel és Ana Brnabić miniszterelnökkel. Várhatóan téma lesz még a Belgrád-Pristina párbeszéd folytatása, hogy meggyőzze a feleket, üljenek vissza a tárgyalóasztalhoz. Törökország felfüggeszti a migránsok visszafogadásáról szóló Európai Uniós megállapodását. Ankara azután szánta rá magát erre a lépésre, miután Brüsszel szankciókat vezetett be Törökország ellen, amiért Cipruson végzett gázfeltárást. Törökország és az Európai Unió még 2016-ban állapodott meg arról, hogy a török vezetés visszafogadja a görögországi szigeteken tartózkodó migránsokat, és arról is megegyeztek, hogy Ankara meggátolja a török területen lévő illegális bevándorlók unióba áramlását. A szerződés felmondását a török külügyminiszter jelentette be. Teljeskörű kormány átalakítás kezdődött szerda este Nagy-Britanniában. Boris Johnson, az új brit miniszterelnök, az eddigi kabinet gyakorlatilag összes magasrangú tagját menesztette, számos más vezető kormánytisztviselő pedig önszántából távozott posztjáról. Meglepetésre Johnson menesztette Liam Fox külkereskedelmi minisztert is, hiszen az új kormányfőhöz hasonlóan a kormányzó konzervatív párt keményvonalas Brexit táborának tagja. Igaz ugyanakkor az is, hogy Liam Fox a konzervatív párt vezető választási versengésében Johnson vetétársa Jeremy Huntot támogatta. Boris Johnson szerda este bejelentette, hogy a külügyminiszteri tisztségre Hunt utódjaként Dominic Raab volt Brexit ügyi minisztert nevezte ki. A belügyminisztérium élére Priti Patel került, aki ugyancsak egy radikálisan EU-szkeptikus politikus.
Két azonosítatlan rakétát lőtt fel csütörtökön Észak-Korea az ország keleti partvidékén lévő Wonsan város térségéből. A dél-koreai hadsereg Egyesített Vezérkari Bizottságának tájékoztatása szerint a rakéták 430 kilométerre repültek el a Japán-tenger felett. Tokió szerint azok nem érték el a kizárólagos gazdasági övezetet, és veszélyt sem jelentett a szigetország nemzetbiztonságára. Egyes források úgy vélik, a mostani rakéta kísérlet fennján válasza a folytatódó amerikai dél-koreai hadgyakorlatokra. Nézzük, mi lesz még a híradóban. Az Európai Filmek Palicsi Fesztiválján bemutatkozott a Trezor című magyar film, és rendezője Vergendi Péter. A Lucsáné Mladost együttese ellen folytatná sikeres rajtját a TSC labdarúgó csapata a Szuperligában. Mindegy 200 felsőhegyi lakos írta alá azt a petíciót, amelyben a helyi közösség tanácsának és elnökének a leváltását követelik. A lakosok szerint a helyi közösség nem működik eredményesen, és semmit sem tesznek a település érdekében. Később a zentai KKT elnök helyettese bekérte a petíció eredeti példányát is, azóta nem történt változás az ügyben. A témával kapcsolatban a Demokrata Párt, a Magyar Mozgalom, VMDK és a Magyar Polgári Szövetség zentai, akik képviselőtestületi frakciók tartottak sajtótájékoztatót Zentán ma délelőtt. Zsoldos Ferenc, a Magyar Mozgalom, VMDK frakcióvezetője kiemelte, a három zentai ellenzéki frakció támogatja a felsőhegyi polgárok kezdeményezését. Zentán a három ellenzéki frakció, jelen esetben a Magyar Polgári Szövetség, a Demokrata Párt, a Magyar Mozgalom és a Vajdasági Magyar Demokratikus Közösség egyöntetűen szeretné, hogy napirendre tűzze a KKT ezt az ügyet, tehát hogy mindenféleképp legyen napirenden az, hogy Felsőhegyen írják ki a helyi közösségi választásokat. Mivel a hatalmon levők ezt nem akarják megtenni, ezért van egy olyan eszközünk, nekünk ellenzéki képviselőknek is, hogy rendesülést tudunk összehívni az általunk képviselt napirend alapján, minimum 10 képviselő, mi vagyunk annyian, és ezt meg fogjuk tenni, hogyha a következő KKT ülésén nem látjuk napirenden a felsőhegyi választás ügyét. 27 életet mentettek meg eddig idén szerb donoroknak köszönhetően. Szerbiában 11 család egyezett bele, hogy felhasználják elhunyt szeretteik szerveit. Mintegy 2000 ember vár átültetésre az országban, számukra csak a donorok jelenthetnek megoldást. A legtöbb szerb adományozó a szerbiai klinikai központban volt, összesen 7-en, és itt végezték el a legtöbb transzplantációt is, 19-et. A vajdasági klinikai központban 2 donor és 4 szerb átültetés volt. Szerbiában egy hónapja tart a szerb adományozást népszerűsítő kampány, amelynek az az eredménye, hogy a közvélemény most már többet beszél a témáról, jelentette Giza Tibor Lončar, egészségügyi miniszter. Možemo sutra da imamo i novca koliko god hoćemo, ali kao što znate, ni u drugim zemljama, ni u Eurotransplantu, niti u bilo kojim drugim koji zasebno rade, oni nemaju dovoljno organa ni za svoje građane, ni za njihove osiguranike. Tako da molim ljude samo da shvate, ako mi ne rešimo taj problem ovdje, ako mi ne budemo odgovorni, da ti ljudi neće preživjeti. Vergendi Péter Trezor című filmét is bemutatták az Európai Filmek Palicsi Fesztiválján. A versenyprogramban is szereplő magyar alkotás mellett több külföldi művet is láthatott szerda este a Nagy Érdemű. A fesztivál főprogramjában kapott helyet Vergendi Péter Trezor című történelmi thrillere. Az 56-os forradalom után közvetlenül játszódó cselekmény igaz történeten alapul. A filmet hamarosan a Forog a kamera című műsorunkban is láthatják. 1956. november 4-én, miután az oroszok visszajöttek, kiderült, hogy a belügyminisztériumnak a széfje, ahol a titkos aktákat, személyi aktákat tárolták, annak a kulcsa elveszett. És hát nem tudták kinyitni, ugye a titkos rendőrség a saját széfjét nem tudta felnyitni, ezért börtönből hoztak ki egy lakatost, akinek az volt a feladata, hogy kinyissa, feltörje ezt a széfet, vagy trezort. Ez a valóság, és aztán a többit már Köbi Norbert, a filmnek a forgatókönyvírója tette hozzá. Ugye oda megy a mackós, nem árulok el nagy titkot, hogy sikerül majd bejutni a trezorba, és hogy ott mit talál, ez majd legyen a film. Majd derüljön ki a filmből. Az Irina című bolgár játékfilm is szerepel a fesztivál versenyprogramjában.
Az egész estis mozi egy nehéz sorsú nő kálváriáját mutatja be. A főszereplő, Martina Apostolova szerint bármelyik a Balkánon nevelkedett nő sorsa lehetne Irinái, aki a méz árusításától egészen a prostitúcióig nagyon sok mindenen megy át. Többek között ezért is rendkívül nehéz volt a felkészülés. My work with my director was extremely intimate. We were talking a lot. We were discussing Irina as a living person. She had a lot of patience with me because before that movie, it's my debut in the feature film. So she was very patient with me in case of the standing in front of the camera, because I'm a theater actress and I'm used to all the big gestures and mimicries with my face. Szerda este bemutatták továbbá a Bok Posztoi Imemuje Petrunia című a Balkánon nagy sikert aratott észak-macedón játékfilmet, valamint egy angol és egy belga rövidfilmet is. Az Európai Filmek Palicsi Fesztiválja pénteken ér véget, aznap este lesz a szemle eredményhirdetése is. Új témákat, motivumokat, technikákat próbálhatnak ki a Barátság és Színek varázsa elnevezésű festőtáborban az általános és középiskolás diákok csókán. Az ötnapos tábor lezárásaként egy közös alkotást mutatnak be. Az olajfestés rejtelmeit a táborban próbálta ki először Ormai Anna. Nagyon tetszett neki a technika, viszont egyelőre marad a számára eddig jól bevált módszereknél. Én leginkább a graficzeruzás, tintás, tussos grafikát szeretem jobban, és én abban vagyok járatos, de volt lehetőségem a festészettel is megbarátkozni, úgyhogy most eléggé kombinálom azt a kettőt. A táborlakók olyan plusz ismereteket kapnak az öt nap alatt, ami sokat segíthet a későbbi műveik elkészítésében. Most vagyok itt második éve, és idén már kicsit több tapasztalatom van, hiszen a Bolyaiban tanulok rajzszakon, és idén egy kicsit a designer vonalra néztem rá. A táborba különböző előtudással érkeztek a diákok. Gubik Karina oktató kiemelte továbbá azt, hogy mindenkinek más a személyisége, és ez is kihatással van a művekre. Én azért vagyok itt, hogy a szakmai tudásomat próbáljam valamilyen szinten átadni neki, illetve abból a szakmai szempontból próbáljam őket tanítani és segíteni. Így tudok én hozzájárulni. Na, ők pedig itten kipróbálhatnak most technikákat, témákat, motivumokat, amikkel eddig nem foglalkoztak, és ezt javarészt ki is használják. A művészeti táborba Vajdaság számos területéről érkeztek, többek között Szabadkáról, Óbecséről, Törökkanizsáról. Kamp je po šesti put organizovan, ali nije uvek u organizaciji iste civilne organizacije. Ovo je drugi put da Mađarsko kulturno društvo Mura Ferenc organizuje ovako nešto prošle godine i ove godine. A pénteki kiállításon egy közös munkát fognak bemutatni a táborozók, amelynek érdekessége, hogy mindenki individuálisan elkészíti saját részét, majd ezek után alkotnak belőle egy egészet. Sporttal és barátkozással telt a nyugdíjasok napja a Magyar Kanizsai Tiszaparton. A 15. alkalommal megrendezett nyugdíjas találkozóra Bulgáriából, Boszniából, Magyarországról és Szerbiából is érkeztek nyugdíjasok. Sportokban mérhették össze erejüket és tudásukat. Több mint 200 nyugdíjas és még aktív belügyi dolgozó érkezett a Magyar Kanizsai Tiszapartra, hogy tartalmasan töltsék el a napot. Bálint István, az esemény egyik megálmodója, elmondta, 15 esztendeje minden évben megszervezik az eseményt, elsősorban a barátkozás és a jó kapcsolatok ápolása érdekében. A problémák közösek, ha valami formában tudunk egymásnak segíteni, akkor ez egy alkalom, amikor találkozunk, elbeszélgetünk, esetleg ha tudunk segíteni, valakinek segítünk, és közben egy kicsit sportolunk, kicsit szórakozunk. Az egész napos szórakozás mellett a sportolásra is jutott idő, ugyanis bajnokságot is szerveztek a résztvevőknek. Radován Kjájtja, Magyar Kanizsai Nyugdíjas Belügyi Dolgozók Szövetségének elnöke szerint olyan sportágakat választottak, amelyekben mindenki részt tud venni.
Igre smo te odabrali zato što to priliči penzionerima. Bacanje pikada, pločica, šutiranje na male golove ne iziskuje veliki fizički napor. Napor to svako može da uradi, a cilj je ne da se pobedi, nego je cilj druženje i šala koja se dešava za vreme tog takmičenja. A sportjátékok nyertesei a nap végén ajándékokat és serlegeket is kaptak. Kapás Boglárka aranyérmet nyert 200 méter pillangón, még Szilágyi Liliana hatodik lett a Kwangjui világbajnokság úszóversenyeinek ötödik napján, csütörtökön. Kapás egyéni csúccsal 2 perc, 6 másodperc, 78 százados idővel csapott célba, lehajrázva két esélyesebb amerikai versenyzőt. A 26 éves Kapás pályafutása második világbajnoki érmét szerezte 2015-ben Kazanyban. 1500 méter gyorson volt harmadik. Kapása a magyar úszósport 31. nagymedencés aranyérmét nyerte, és ő a harmadik magyar győztes a dél-koreai VB-n. Korábban Hosszú Katinka nyert 200 méter vegyesen, valamint Milák Kristóf világcsúccsal diadalmaskodott 200 méter pillangón. A nyílt vízi úszók között Rasovszky Kristóf győzött 5 kilométeren. A magyar férfi vízilabda válogatott 12-10-re kikapott Olaszországtól a Kwangjui vízes világbajnokság elődöntőjében, így szombaton a Horvátország elleni bronzmérkőzésen lesz érdekelt. A vereséggel eldőlt, hogy a VB-n nem szerez olimpiai indulási jogot a válogatott. A Ferencváros és a Crvena Zvezda labdarúgói sikerrel zárták a szerda esti BL selejtező első felvonását. A magyar bajnok hazai pályán 3-1 arányban múlta felül a máltai Valletta csapatát, ezzel pedig magabiztos előnyt szerzett a jövő heti visszavágó előtt. A Crvena Zvezda Belgrádban ettől is jobb eredményt ért el a Helsinki ellen, ugyanis a mérkőzést kapott gól nélkül 2-0 arányban tudták megnyerni. Így ha az idegenbeli visszavágón betalálnak az ellenfél kapujába, akkor szinte már biztos ott lesznek a BL harmadik selejtező körében, ahol a dán Köbenhavn együttesével mérkőzhetnek. A Vosdovác elleni győzelmét követően a Lucsani Mladost együttese ellen folytatná sikeres rajtját a TSC labdarúgó csapata a Szuperligában. A topolyai kékfehérek a bajnokság következő fordulójában Zentán játszanak majd. Szabó Zoltán vezetőedző szerint nehéz meccs lesz, de bízik a sikerben. Hozzátette, a közönség egy jó mérkőzésre számíthat csapatától. A Mladost Lucsani egy nagyon nehéz ellenfél, már éveken át ott van a szerb élbolyban. Volt olyan szezonjuk, amikor Európa szereplést is kiharcoltak, szóval egy jó csapat érkezik. Természetesen mi nem félünk, nagy a respekt a Lucsani felé, de mi nyerni szeretnénk, mind ahogy ott előző mérkőzéseket is játszottuk Zentán, egy hasonló taktikával, mint a Vosdovác ellen, és remélem, hogy sikerülni fog. A közeljövőben várható vajdasági beruházásokról tartott sajtó után Pásztor István interjút adott a Pannon Televíziónak. A Vajdasági Magyar Szövetség elnökét a Tusnádfürdői Szabad Egyetemen Sós Georginak kérdezte. A következő 3 évre 1,7 milliárd forintot hagyott jóvá vajdasági beruházásokra. Magyarország kormánya a várható projekteket ismertették Tusnádfürdőn. Pásztor Istvánt, a Vajdasági Magyar Szövetség elnökét kérdezem a részletekről. Kiemelt projektként említette az Aracsi Puszta templom várható felújítását. Mi fog történni Aracson? Hát Aracs az csak az Aracsi Puszta templom felújítása, az csak egy eleme annak a kormány döntésnek, amit a magyar kormány folyó év július 8-án hozott rendelkezésünkre, bocsájtva 1,87 milliárd forintot. Ebből elkezdett beruházásokat szeretnénk befejezni, mint amilyen a szabadkai közkönyvtárban folyamatban levő fejlesztésnek a befejezése, vagy pedig a orgosi, illetve a noszai művelődési ház. De ebbe a felújítási csoportba tartozik például a Verbászi templom tetőjének a megújítása, illetve ennek a csomagnak a része
az a támogatás, amelyik a Szekeres László Alapítványon keresztül a VM4K-nak a működését hivatott biztosítani. Valóban úgy van, hogy ennek az egész csomagnak a legfajsúlyosabb elemét az Aracsi Puszta templom fölújítási folyamatának az elkezdése jelenti. Ez egy több évig tartó beruházás fog lenni egészen biztosan. A most jóvá hagyott összeg azért fontos, mert ebből meg tudjuk tenni mindazokat az előkészítő műveleteket, munkálatokat, tervezést, engedélyeztetést és minden egyéb mást, ami a valós kivitelezést tudja biztosítani a következő évben, és azt reméljük, hogy az elkövetkező 2-3 évben Aracsot olyan fénybe állítjuk, amelyik vonzóvá teszi a látogatók a turizmus számára. Mi alapján döntöttek ezekről a projektekről? Hát annak alapján, hogy prioritásokat kell mindig fölállítani. Azt gondolom, hogy az egyik fontos prioritás mindig az, hogy az, amit elkezdtünk, azt befejezzük, hogy ne maradjon félbe, hanem hogy befejezve funkcióba tudjuk helyezni, illetve akkor, amikor az ember a prioritásokat határozza meg, akkor mindig építkezve a már megtett lépésekre újabb és újabb fontos elemeket kell beemelni. Az Aracsot azért emeltük ide be, mert megközelítőleg 6-7 éve rengetegen foglalkoznak ezzel, rengetegen foglalkozunk ezzel. Ez nem csak műemlékvédelmi kérdés, hanem infrastruktúra fejlesztési kérdés, ha úgy tetszik, politikai kérdés. Megteremtődtek a föltételei annak, hogy a szó igazi értelmében megmentsük az enyészettől. És ezért került ebbe a prioritási körbe. Több olyan projekt is van, ami már elkezdődött, például a szerb kormány támogatásával. Milyen ennek a fogadtatása, mint szerb, mint magyar részről, hogy részben szerb, részben magyar támogatásból valósulnak meg projektek? Én nem látok ezzel kapcsolatban semmiféle problémát, nem tapasztaltam eddig soha, és ez a Vajdasági Magyar Szövetség egyik alapállása, hogy szerbiai forrásokból biztosítani lehet, azt biztosítsunk, lévén ott vagyunk adófizető polgárok, és a pluszt biztosítsuk a magyar kormány támogatásának köszönve. Az előadásában arról beszélt, hogy most jó magyarnak lenni Szerbiában, hogy érti ezt? Igen, ezt mondtam, és ezt állítom összehasonlítva mondjuk az előző 60 évet, amit én megéltem. És én tudom, hogy sokan ezt nem fogadják el, mert sok embernek, sok közvéleményalkotónak csak a rossz a jó. De azt kell látni, azt kell tapasztalni, hogy az utóbbi években nagy utat megtéve, abba a helyzetbe jutottunk, hogy a vajdasági magyar közösség a szerb társadalomban egy megbecsült közösség. Ha az ember normális, akkor egyénileg is, egyedileg is megbecsülik. Semmiféle biztonsági kockázatot nem jelentünk, és nem úgy élnek meg bennünket. És az, ami talán a legfontosabb, az, hogy mindenki biztonságban érezheti magát. Hogyha ezt összehasonlítjuk egy 10 évvel ezelőtti állapottal, akkor azt gondolom, hogy talán mindenféle előzetes meggyőződéstől függetlenül minden normális eszű vajdasági magyar ember ezt értékként éli meg. Elnök úr, köszönöm szépen. Pannon Televíziót Sós Georgina tudósította Tusnád fürdőről. Eddig tartott a híradó, a nap kiemelt hírei jönnek még egyszer, röviden. 1,7 milliárd forintot hagyott jóvá a magyar kormány a már folyamatban lévő, illetve új vajdasági projektekre. Kiemelt szerepet kap az Aracsi Puszta templom felújítása. Példaértékű a magyarság helyzete Szerbiában, mondta Hajnal Jenő az MNT elnöke Tusnád fürdőn. Az illetékesek szerint az autópályadíj emelésének ellenére még mindig Szerbiában a legolcsóbb az autópálya használati díj a régióban. Kapás Boglárka aranyérmet nyert 200 méter pillangón.
Köszönjük figyelmüket, még több friss hírért és információért kattintsanak a pannonrtv.com-ra, ahol riportjainkat is visszanézhetik. A Pannon Presszóban holnap egyebek mellett arról szó lesz a murahalmi Zasztava Fesztiválról is. A Szabadkai Magyar Rádióban pedig beszámolnak arról is, hogy lehet-e műanyagmentesen élni. A televízióban az este 8-kor kezdődő híradót követően megismételjük Potápi Árpád János magyar nemzetpolitikai államtitkár és Pásztor István, a VMS elnökének mai Tusnádfürdői sajtótájékoztatóját. Tartsanak velünk a viszontlátásra!